Az elképzelés azért ennél sokkal nagyobb. Kanizsa tudjuk katonavárosunk régóta, és itt nagyon sok temető részlet van, és egy világháború sírkertet szándékozunk az önkormányzattal kialakítani, ahol az összes temetőkert egy egységben lesz, egy katonai temető egységben lesz nyilvánítva, vagy összefogva is egy katonai temetővé lesz nyilvánítva ez a része a kanizsai temetőnek. Most ehhez gyakorlatilag csatlakozik ez a tiszteletadás, amit majd később ki akarunk terjeszteni a többi sírkertre is, de jelenlegi létszám csak jelenleg ezt tudja biztosítani, hogy itt tudunk egy őrségváltást csinálni, amit itt lehet látni. Az első világháborús hagyományőrző egység kezdett, utána a második világháborús hagyományőrző egység folytatja, majd a vitézeknek a tisztségének a tagjai adják a őrséget, egy katonai őrségváltásra, és majd zárja az első világháborús hagyományőrző egység. Tehát itt teljes katonai tiszteletadást adunk a későbbiekben megfelelő formában kialakítani, ami végsőre tovább terjed azzal, hogy mivel itt Dunántúlon, legalábbis a Dunántúl déli részén nincs katonai egység,